120 éve még az alkotók úgy képzelték, hogy aki koncertet hallgat a Zeneakadémián, az olyan kicsit, mintha Apollón mitológiai babérligetébe tévedt volna be, és ahol, mármint a mitológiai babérligetben, mindenféle pórias szórakoztatási formától távol egy isteni varázslat részévé lehet a művészet szentélyében. És a művészetnek ez a szentélye a Zeneakadémia, amit 117 éve nyitottak meg. Valóban a zene szentélyének épült a magasztos eszme teljes átélésével. A pátosz tehát eredeti. A Zeneakadémia egy kiváló építészpáros Girgl Kálmán és Kort Flóris tervei alapján készült 1904 és 1907 között, de ebben a fénykor kiemelkedő iparosai is részt vettek. Egy magyar Zeneakadémia megalapításának az ötlete először az 1860-as években merült föl, amikor az öreg Liszt már egyre több időt tölt Budapesten, és végül erre 1875-be került sor, amikor idővel megalakult a Magyar Királyi Zeneakadémia. A Zeneakadémia elnökének a világhíres Liszt Ferencet kérték fel, igazgatójának Erkel Ferencet, rendes tanára pedig Folkman Róbert lett. Erkel és Liszt zongorázni tanított, Folkman pedig zeneszerzést tanított. A kultuszminisztérium először a Dunaparti Haltéren bérelt egy házat, ahol Liszt is lakott, és a szalonjában tartotta meg az óráit. A következő épületet Láng Adolf tervei szerint 1879-ben az Andrássy úton foglalhatták el, ezt ma rég zeneakadémiaként ismerjük. Eltelt újabb 12 év, mire az új zenepalota helyszínét kijelölték, a mai Liszt Ferenc téren, ahol korábban a Vakok intézete állt. A zenepalota nem konvencionális alkotás, nem illeszkedik a történelmi stílusok egyikébe sem, de nem is modern, nem is szecesszió, írta 1907-ben az Építőipar című folyóirat. Ha ezt lefordítjuk és mai szemmel nézzük, a Zeneakadémia éppen jól járt a csúszással, mivel már nem a milleniumi historista lázjegyében készült el, hanem igazi Gesamtkunstwerk, azaz összművészeti alkotás lett a stílusok keveredésével és a legkiválóbb szakemberek közreműködésével. Az első tervek szerint a homlokzaton sokkal több szecessziós elem lett volna, de a megrendelő kormány nyomására végül is a preferáltabb barokk formák kerültek túlsúlyba. A homlokzaton kerámia helyett kőelemek vannak, és elsősorban sóskuti mészkövet használtak. A homlokzaton számos allegorikus szobor és épületdísz utal az épület rendeltetésére, középen természetesen a főszereplő Liszt szobra a főbejárat fölött, és két medálion van is a Zeneakadémia két fontos tanára, Erkel és Folkman is szerepel. Az épületben egy fontos újítás volt, hogy már vasbeton szerkezetű volt, köszönhetően Zielinski Szilárdnak, róla még lesz szó bent is a nagyteremben. Az épület 10 éve az eredeti festését kapta vissza, és itt érdemes végig zongorázni azon a kifinomult ikonográfiai programon, ami szerint készült. A földszinti előcsarnok zöld félhomályában egy álomszerű mocsárvilág jelenik meg, erre utalnak az ólomkeretes ablaküvegek motívumai, a stilizált vízinövényeket és bogarakat ábrázoló minták. Roth Miksa ekkor már a bécsi szecessziós Julius Hoffmann mintakönyve alapján dolgozott, ezért bent sokkal hangsúlyosabb a szecessziós látvány. A földszinti csarnok két falfestményen is, ezek az egyházi és a világi zenét jelképezik. A falképek és a domborművek az apollóni és a dionüszoszi zene ellentétpárját próbálják leképezni. Az egyik oldalon Apollon a lantján játszik, a másik oldalon Dionüszosz a csörgődobjáról ismert. A két freskó között a mocsárvilág lantos kentaúrjai, csörgődobos bachánsnők láthatók, a mocsár istenségeiként ismert najádok kutyával, és feltűnik továbbá Pán is, akinek vízköpő ábrázatát kagylókból és csigákból adták ki. Az előcsarnokban és a lépcsőházakban 22 ilyen zsolnai eozimmázas gömb található, amiben állítólag a zene szelleme lakik,
és amit szintén állítólag a hallgatók vizsga előtt megrohamoznak, hogy megérinthessék. Az első emeleten található a Sir George Scholti terem. Ez elsősorban zongora, kamara és hangverseny előadásokra szánták. A névadó Scholti György 6 évig tanult a Zeneakadémián, és már befutott karmester zongora művészként is támogatta az intézmény. És akkor a allegorikus zenevilág központja, a nagy terem, ami a felújítás után kisebb lett, csak 900 férőhelyes, körülötte a nagyméretű erkélyek, ezek szintén Zelinszkinek a vasbetonos megoldásainak köszönhetően ugranak ilyen merészen előre, és ott két oldalt pedig a két páholy, ahol a mindenkori rektor és a tanárok foglalhatnak helyet. A pódium különlegessége még, hogy hátul is helyet lehet foglalni, és akkor egy nagyot ugrunk az időbe. 1946-ban itt tartották a Zeneakadémia nagy termében a Szálasi és társai pert. 46. februárjában kezdődött a per, ahol a Szálasi kormány tagjai és azon kívül még két vádlott szerepelt. A fűtetlen nagyteremben, ezért is látható a képen, mindenki nagy kabátban. A perben mindenkit bűnösnek találtak, az akasztásokat szintén tömeg előtt a Markó utcai fogház udvarán hajtották végre. De ez csak kuriózum, a Zeneakadémia elsősorban a zenéről szól. 1945-ben, pár hónappal korábban még a félig ismeretlen Leonard Bernstein koncertezett itt. Az előadást a rádió is közvetítette, így másodszor már teltház fogadta, a közönség várra emelve vitte vissza a szállodájába. 1940-ben emigrálása előtt itt tartotta Bartók a búcsú koncertjét, és a 20. század egyik legnagyobb zongoristája, Sziatoszláv Richter itt koncertezett hazáján kívül a legtöbbször, több mint 50-szer zongorázott ezen a színpadon. Az első emeleti előcsarnok főszereplője Körösvői Kriss Aladár műve. A faliképnek valójában nincs címe, de az alján futó szöveg szerint ez a művészet forrása. Az emeletet a földszinti mocsárvilágból kiemelkedő zene szigeteként értelmezi ez a szecessziós szimbolista festmény, ami a zenét, mint az élet forrását jeleníti meg. Az élet forrását itt középen hiányos öltözetű női alakok táncolják körül, múzsák, nimfák és mások, amiből az avatáskor botrány is lett, mivel Körösfői ugyan szabad kezet kapott, de Aponyi Albert, az aktuális átadó kultuszminiszter, ezt botrányosnak találta, és a leszedésüket követelte. Szerencsére ott volt Akseli Gallen Kallela, a finn szecesszió mestere is, aki finoman helyre tette a háborgó minisztert, mondván, ő már rég nem lesz miniszter, amikor Körösfői még mindig csodálatos dolgokat alkot majd hazája dicsőségére. A virágfüzérbe öltözött hölgyek és a körülötte muzsikáló angyal sereg, tehát megmaradt, a falból kiálló patkó alakú kis résztárgyak viszont az egykori központi porszívórendszer elemei voltak. A Zeneakadémiát nagyjából 10 éve újították föl, és ahogy mondani szokták, a régi pompáját nyerte vissza, és hogyha nem is a mitológiai Babér-liget értelmében, de azért a Zeneakadémia meg mindig a zene szentélye. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.